Köszönjük részt, srácok, Sajnodan vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. Sziasztok, sziasztok! Szóval ez a videó nem másról fog szólni, mint arról, hogy építeni fogunk, méghozzá kiséknek. Kiséknek fogunk építeni egy titkos bázist, viszont nem mindennapi titkos bázis lesz, ugyanis meg lesznek benne szivatva, ami azt jelenti, hogy megépítjük nekik a titkos bázist, aztán odaadjuk nekik, hogy tessék, de kedves vagyok, itt egy titkos bázis, aztán pedig igazából nem is vagyok kedves, nem csak azért csináltam a titkos bázist, hogy megszívassam őket a titkos bázisban. Ennyi. Annyiszor kimondom a titkos bázis szót, amennyiszer csak lehet, szóval remélem, hogy mindenkinek tökéletesen leesett, hogy ez egy titkos bázis lesz, és hát ennyi a lényeg. Szóval a per wand, szedünk egy ilyen baltát, és jelenleg mondjuk egy ilyen kis lejáratot. Hol legyen? Legyen, mondjuk ez nem nagyon kell még semmi. Legyen így itt egy ilyen cucc, és mondjuk csináljunk ide egy ilyen ajtót. Legyen egy ilyen kis átlagos, tényleg alaptitkos bázis féleségünk. Így, egyel feljebb, okés. És legyenek itt mondjuk létrák. Na látok, legyen itt létra. Oda lehet így mászkálni. Nagyon jó. Amúgy nyugodtan ti is csináltok a MyZone szerverén saját titkos bázist kreatívon. És hát kíváncsi vagyok, hogy vajon ti milyen titkos bázist tudtok építeni a haverjaitoknak. Vagy esetleg nekem, nyugodtan, tök mindegy, ahogy ti szeretnétek. Nézzük, ez így jól néz, ez így jó. Nem kell, hogy túlságosan nagy legyen, ugyanis nem akarok tényleg ilyen óriási nagy titkos bázist csinálni. Ez egy egyszerű kis bázis lesz, aminek az a lényege, hogy hogy meg tudjuk őket szivatni. Nem tudom, ebbe a videóban hányszor mondom ki a bázis szót, aki számolja, az majd a kommentben majd írja már le. Esküszöm, szerintem biztos, hogy kimondtam már, vagy legalább 15-ször, nem tudom, na mindegy. Legyen itt valami ágyszerűség. Mégis csak úgy tudjuk azt mondani, hogy mondjuk hogy így, nem tudom, hogy ez itt tényleg így ki lett így alakítva. Itt lesz az én ágyam, husi ágya és kis ágya. Így lesz valahogy elrendezve. Mondjuk, hát húst és kis lehet, nem kell egymás mellé rakni. Inkább rakjuk így, oké. Okay. Így sokkal jobb. Oké, és rakjunk le mondjuk hogy szokták ezt csinálni? Keret, vagy valami ilyesmi, igen. És ugye van a festmény. Festmény, így is van. A csetet ne nézzétek, bocsi, be van kapcsolva, most nem tudok ezzel tényleg mit csinálni. Okés, rakjunk ki mondjuk így ilyen képeket, így. Okay, jó ez így szerintem. Rakjunk ki kisnek egy csomó húst, hogy tényleg úgy gondoljon arra, hogy ez tényleg neki készült, meg ilyenek. Itt egy csomó húst, mondjuk húsnak rakjunk ki egy csomó halat. Én azt mondom, itt lesznek így a halak, oké, és itt lesz Usinek a hal része, nagyon jó, és kész, ennyi, meg is van a titkos bázisunk. Nos, hívjuk is szerintem nyugodtan kiséket, menjünk be a faluba, aztán hívjuk őket, nem mondjuk, nem mindegy, csak visszatanálok, reményekedem benne. Szóval, keressük meg őket, hogy vajon hol vannak, próbáljuk neki nem megmutatni azt, hogy különleges képességeink vannak, azért azzal ne buktassuk le még magunkat. Ki is, Husi, itt vagytok? Haló? Itthon vagytok? Haló? Ó, Husi. Szia, Husi. 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 Kelj fel, Husi. Kelj fel, Jancsi, gyerünk. Na. Mi van? Szia, Csák is. Na, gyertek. Meglepetés van. Mi? Gyerünk. Van egy meglepetésem számotokra. Egy hús volt? Annál jobb. Majd meglátod. Jó. Jó, nem jobb. Neked semmi nem jobb egy... Jaj, bocs. Nagyon-nagyon ugrottam, sok, nem tudom, sokat edzek mostanában, erősödött a lábam. Na, na, szóval, gyertek nyugodtan, kövessetek, ugyanis egy hatalmas meglepetést fogtok tőlem kapni, amire biztos, hogy egyikőtök se számított. Egy hatalmas hús, hát, nyugi nem. Látok már, hol van? Azt mondom, hogy elfelejtettem, hogy hova raktam. Akkor hát, föld alatt van. Oké? Okay? Ne kritizálj. Föld alatti húzgyár? Nem föld alatti húzgyár. Hova építettem? Föld alatti húzgyár. Már. Várjátok, felugrok jó magasra, hogy észrevegyem. Mi? Ezt hogy csinálod? Yeah! Jézusom, jaj. Uram, atyám, na gyertek, megvan. Megtaláltam. Itt van. Okay. Bocs, tudod, sokat edzek tényleg, nyugi, na. Okay. Szóval, menjetek le, gyerünk. Hajrá! Te is menjétek nyugodtan! Oh, ez na, jó! Mi az? Ja, egy ilyen kis titkos mázis. Ez jó! Ez tök jó! Így van, ott a hús, meg a hal! Úristen! Igen, na jó szórakozás, hozok nektek még halat, okés? Oké, okay, mi addig alszok.
Oksa, mindjárt jövök. Uram, atyám, hogy este lett közben. Na jó, srácok, itt az idő akkor szerintem a trollkodásra, hogy végre megszivassuk őket. Nagyon rég volt szivatás, szóval, ja, szivatni fogunk ezerrel. Szóval átmegyünk Venice-be. Így is van, nagyon jó. Így most elvileg nem fogom minket látni, szóval nagyon király lesz. És mit tudom én, kezdjük egy ilyen apró trollkodásokkal, tényleg nem sokkal. Mit tudom én, mondjuk ütögessük ki az ágyat, a hús, mit tudom én ilyenek. Na nézzük. Mit csinálnak fenn itt lent? Kérj már fel te! Maradjatok már csöndbe, fajtársak! Aludni akarok, este van! Nem tudom, azért tovább. Bam! Husi! Nézd már a falra! Nézd már a falra! Hova jártad a... Husi! Te mióta szereted a húst? Na persze, a halaidat leszetted, és véletlenül az enyémre is eltűntek, hogy csak legalább van vissza. Most végig görgettem az inventorim. Hát onnantól, hogy nem hagyok ki. Nem, mert nem hagyom ki. Hallgass. Ha lehet, hogy nem hagyod ki, hát... De nem hagyom ki, akkor most... De ki hagyod? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. És mi van, hogyha úgy nyomtad, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8? De nem nyomtam! De tudja, hogy nálad... Ott a hús. Te hazud! Te hazud! Tudtam, hogy átvesz! Van nálam. És azt sem tudom honnan, nekem csak és a többi van. Négy? Hol van? Nincsen több! De nálad van! Nincsen! Láttam! Nincsen! Megjöttem, srácok! Sziasztok! Mizu van? Elvette a húst! Elvette a húst! Nem! Nézd meg! Ennyi van! Ez van nálam! Nem! Persze, ti itt vitáztok! Na jó van! Kis, tudod mi a megoldás, amikor valaki elveszi a húsodat? Bosszú! Husi, szerintem itt az ideje lefeküdnöd, nem? Hát szerintem aludj. Gyerünk, nézzük! Nem is kell semmit csinálnom, ők megszivatják egymást. Szerintem aludjál nyugodtan, nem lesz semmi baj. Jó, kiütöm az ágyát. De most... De ide, Husi, nézd! Adok neked több halat, hogyha ide benézel a sarokba. Így, befele nézzél. Nem merek! Abba a sarokba is jön, nézd így. Kis, hova tűnt az ágyad? Már nem azért. De... Ójaj, láva. Ójaj. Kis, hova tűnt az ágyad? Már nem azért. Husi, gondolom kiütötte. Nem, ezt is. Meg. Na jól van. Kis, itt az ez idő itt a durvább bosszúra. Zárd be felülbed, Rokka, ki ne menjen. Dani? Elmentem aludni! Ne, Rokka, ne! Nem fogom! Uram, atyám, ezek óta megszivatják egymást. Jó? Husi? Jézusom! Uram, atyám! Ne! Kis, ez biztos, hogy jó ötlet? Aha. Oké. Bocsi, várj! Jaj, inkább arrébb megyek. Jó, sok sikert, srácok, ezt nyugodtan játsszok, Peti. Én nekem ez nincsen közöm. Uram, atyám! És ott maradt Husi a sarokba. Szegény. Ott egy magába. Husi, én a helyedben nem tudom menekülni. Húsi felrobbant. Tadám! A további kis, hetet azt meg megtartom. Kis. Mi van? El kell valamit mondanom. Hm? Igazából Husi, nem Husi volt, aki ellopta a húsodat, hanem én voltam, aki kiütöttem. És az ágyad is én ütöttem ki, és igazából game módban vagyok. És az egésznek az a lényeg, hogy videóra vettem, és megszivatlak titeket. Értem. Szóval akkor. Mi az?
Jó szivatást, sok sikert. Hát srácok, sikerült a szivatás, úgy tűnik. Szóval, szivatás pipa! Juhú! Na remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha ennek a dobjatok egy like-ra, szok fel meg minden, és hát találkozunk legközelebb. Ja. Sziasztok!